Az óvoda központi épülete előtt sajtótájékoztatót tartott Magyar Kanizsa község polgármestere, melyben elmondta, hogy az intézményben megvalósult beruházások, felújítások sikeresen befejeződtek. Minden évben igyekszünk és törekszünk arra, hogy az oktatási intézményeink, az óvodától egész a középiskoláig, vagy különböző pályázatokon keresztül, vagy önkormányzati költségvetésből részesülve, valamilyen kisebb-nagyobb beruházásokkal, javításokkal állandóan fejlesztése kerüljenek. Mai nap folyamán megnéztük az iskola, vagy az óvoda belső részeit is, egyrésztől a festést, másrészt pedig azokat az eszközöket, amik a minisztériumtól érkeztek, mint fejlesztő eszközök, és most itt állunk kint a vadonatúj kerítés előtt, aminek én is nagyon örülök, mert amikor még én óvodás voltam, akkor is ugyanaz a kerítés volt, ami néhány hónap ezelőtt, úgyhogy örülök neki, hogy ennyi év után sikerült egyrésztől biztonságosabbá tenni az óvoda területét, hiszen már ezen a kerítésen elég nehéz átmászni vagy átbújni, másrésztől pedig az óvoda újra olyan eszközökkel gyarapodott, és olyan frissítést kapott, ami a gyerekek számára is egy hát részben megújulás, másrésztől pedig egy olyan tevékenység, amivel le tudják foglalni a mindennapjaikat és az időket itt a óvodában. Minden évben nagy gondot fordítunk épületeink felújítására. Köszönve önkormányzatunknak, a minisztériumnak, az idén is sikerült felújítanunk épületeinket. Elsőként a központi épületünkben a belső festés, a tornaterem, valamint az előcsarnoknak a festése történt meg 400 ezer dinár értékben. A minisztériumtól a gyermekeknek az új programhoz fejlesztő bútorokat kaptunk, amelynek az értéke 900 ezer dinár, és a hátam mögött 400 ezer dinár. A hátam mögött lévő kerítés viszont, ami nagy biztonságot nyújt a gyermekeknek, erre is nagy hangsúlyt fektetünk mindig, ennek az értéke viszont 900 ezer dinár. Szeretném megköszönni önkormányzatunknak, minisztériumnak, hogy segítenek az óvoda újításában, és hogy a gyermekek mindig jól érezzék magukat.